A Mátrix. Nézzük, hogy megy ez. Tóth Kacsinak, aki egyébként Swiss ügynök szerepében lesz hallható, és Olasz Pityúnak, aki hát kiköpött Keanu Reeves. Mr. Anderson, úgy látom, hogy a traktoromat ön nem engedte át az STK-ra. Baj van, állítólag a légfékkel és a lengéscsillapítókkal, holott szervizeltettem a traktort nem egész 3 hete. Mr. Anderson, hogy létezik az, hogy az udvardi traktoristák mosolyogva jönnek-mennek az STK-n? Az én traktorom pedig nem és nem akar átmenni. Tud erre bármilyen elfogadható magyarázatot mondani, Mr. Anderson? Bezzeg, a földet valakinek fel kell szántani. Na, komolyra fordítva a szót. Az Aldiban nem lesz kenyér. Levettem a szemüveget, hogy szemtől szembe nézzünk. Mi folyik itt Gyöngyösön, Mr. Anderson? Hallgatom. Ne sóhajtozzon. A földem felszántatlanul hever, parlagon. És maga csak szimplán nem engedi át a traktorjaimat az STK-n. Nem sok dolgot mondott eddig Mr. Anderson, nem tudom. Nem adtak szöveget? Nem akarnak szöveget adni magának, mert... maga egy rossz szakember? Igen. Nem tudok erre mit mondani, sajnos. Én ott voltam azon a teszten, és próbáltam, hogy átmenjen az a traktor. Ez egy ilyen traktort nagyon nehéz átengedni. Egy ilyet. Jaj, Mr. Anderson, én most inkább visszaveszem ezt a szemüveget. Mind azt jól teszi, mert egy ilyen szemüveggel már átmenne az a traktor, hogyha abba ülne, tehát úgy felveszi, és puliszkát akartam vetni. De mi lenne, ha most ön száját tömném meg puliszkával? Furcsa dolgokat beszélek, ugye? Hogy ízlik a puliszka, Mr. Anderson?